A barátnőt mentetted volna. Ennyit erről, mit baj? Jaj, ne! Szegény kicsi mókusok. Ez olyan szomorú. Miért kellett ezeknek az ártatlan mókusoknak meghalnia is? Ő. Majd kiáll értük és bosszút áll. Nézzetek szegénynek a kicsi kis szemeibe. Hát nem szomorú? Mi a fasz? Áj, basszus. Na, folytassuk inkább, és mint ahogy láthatjátok. Jaj, levertem a boss-t, de... Megyünk át a kórházba, ami egy fokkal nehezebb, és talán egy fokkal jobb zenéje is van. Legalábbis nagyon remélem. És remélem azért kellően van hang a játékon, és nem csak engem hallotok, mert ennek a játéknak a zene is lényeg. Igen, ezt is megcsináltam teljesen nyáron, hát akkor... Akkor én főnök vagyok. Sensor. Ja, ennek jobb a faszomat, ennek jobb a zenéje, mint az előző világnak. De én akkor is a legjobban a Salt Factory-t várom. Ez meg közel volt. A süti végig egyszer sejtőm magam, ez közel volt. És uram, kibaszott atyám, meg MLG, meg High Horse. Körülbelül csak ezeket a szófordokat használom egész végig. Nem azért, mert baj lenne, én szeretem ezeket a szavakat. Nyilván azért is használom őket, mert szeretem őket. Meg azért, mert High Horse, MLG, Chipset vagyok, és megtehetem, hogy ilyen szavakat használják. Rohadj meg, haver, mert miért engedted el a falatot? És hozzásértett a tükhöz, akkor... Haver, ne baszd fel. Már megint hozzásértett. Na mindegy. Tanultam én a leckéből. Szépen csúszkálni kell. De nem bele a tűbe. Haver, mit baj? Tényleg a havert is sokszor mondom. Haver. Láttátok már a havert, az egy film, ugyebár ilyen szuperhős, baszogatós film, egész fasz a film. Az egyetlen egy olyan film, amiben Nicolas Cage-et bírtam. Na, még a Nemzet Aranya se volt olyan az, de az is olyan eléggé olyan fura film, és haver. Nem nézném meg még ezt, ez is egyszer megnézhető film. A haver viszont a kifejezetten jó film, haver. Haver. Na jó, most már ideje lenne ezt megcsinálni, mert azért ez nem egy olyan kibaszott nehéz pálya. Oké, örülök neked, Midboy, hogy... Baszd meg, mégse örülök neked, bekaphatod, Midboy. Idegeimmel játszom. Hey. Ne, ott van egy kis hölgyünk, és... Hozzá se értem. Igen, új hangokat fogtok tőlem hallani ebben a végigjátszásban. Az én ideges hangjaimat. Amik ilyen sima kis rinyálások, szóval amiket szerintem még előző végigjátszásokban nem hallottatok. Szóval tartsátok fel a fületeket. Haver. Na, most úgy érzem, hogy sikerülni fog. Oké, most fog sikerülni. Csak ne tartsd nyomva az ágombot. Te hülye kibaszott csekfej. Igen, most elkezdem magamat szidni. Most jön az a fázis, hogy magamat szidom. Mindenkinek ez a fázis, hogy magát szidja. És miért odaugrasz? Nem is arra néztem a kibaszott tizével. Ajaj. Nem is arra néztem a joystickkal. Na. Ne! Most fog sikerülni. Én érzem. Érzem itt legbelül, hogy most fog összejönni nekem a dolog. Rohadt szar. Oké, már most kezdődik a rage. De mi az, hogy hozzá se érek és meghalok? Ne idegesíts fel. Játék. Nem akarsz engem felidegesíteni, mert még a végén unistrálok és leeresztem a biciklitnek a kerekét. Én így szoktam fenyegetni. Leeresztem a kibaszott biciklitnek a kerekét, csekfej. Vagy hogyha már kocsi lesz, akkor a kocsit kerekét, azt se kímélem. Se gyerekeket, se kocsikat, se bicikliket. Gyerekkereket nem tudom, hogy ereztek el egyáltalán. Gyerekeknek van kerek, amikor én gyerek voltam, nem emlékezek. Nem emlékszem, hogy volt kerekem, de... Ez az. Zsír. Bár a 15 éve az még mindig gyereknek számít, mert még csak 15 éves vagyok. Nem, az már nem. Én már nagyfiú vagyok. És már tudok egyedül elmenni WC-re, meg egyéb ilyen mulatságos dolgok. Eleges jól van.
Erről nem is számítottam. Amúgy a plafonon ki vagy hogy hol szabad ugrani és hol nem, ez csak azért sikerült. Ja, tényleg itt van a ventilátor, ami egy új eleme ennek a játéknak, és magasabb emeletekre repít téged, mint ahogy láthatod. Elszállsz tőle. Ennek a pekmek csak ennyi a titka, sokan azt hinhetnék, hogy nem lehet tovább jutni, de nem. Tovább lehet ám itt jutni. Uram, atyám, ezt nem így csináltam meg a régebben, de ahogy látom, így is meg lehet csinálni. Nagyon helyes, itt meg muszáj spintelni, mert különben elfúj a szél. Sőt, még így is elfúj a szél. A francban. És még ugranod is kell néha. Hát majdnem meghaltam, és most majdnem sírva fakadtam. Baszd be! Ó, te rohadt szar szemétjáték. Az utolsó pillanatban baszol engem haza. Nem fel. Nagyon nem fel. El sem tudod képzelni, mennyire nem fair. Gyerünk. Most meg hirtelen lehet futni a ventilátorhoz. Na, léci. Nagyon nem helyes. Most már mindjárt helyes lesz. Helyes. Zsír. Zsír. Ahogy mondta az úr, és megteremtette az embert. Nem, ez nem így történt. Legalábbis a Bibliában nem. A gettó Bibliában már lehet? Létezik olyan gettó Biblia? Nem hiszem. Ezzel a pályán sokat szoktam azzal, hogy A pluszos legyen, de végül ezt is nyilván beütöttem. Tehát láthatjátok, mert vannak mozgó ellenségek. Rohadj meg! Vannak mozgó ellenségek is. Most nem vagyok, mint a Tourette szindromás, hogy random beköpök a mondani valam közepette egy-két csúnya szót. Rohadj meg, még szar szemét, szar. Meg ilyenek. Oké, inkább kinyírom magam. Nem fogok összezavarodni. Oké, ez baleset volt. Na szóval nem vagyok, mint a Tourette szindromás ez alatt a játék. Az rohadj meg, haver. Oké, visszafogom magam egy csöppet. Most mi a fasznak mentem neki? Nem is tudom. Hogy képzeli egy porszám, hogy belerepül a lámpámba? Hát nézzetek oda. Illetve nem tudtak oda nézni, de vágjátok oda az összefületei, hát nézzenek oda. És... hát nézzetek oda, egy porszám belerepül a lámpámba. És nem kéne, hogy ez így... Ó, ez már sötét. Ezt meg elbasztam, most kiválhatom, de nem akarom kiválni, mert lusta... Én akár... Hogy is van? Türelmetlen vagyok, nem lusta. Ezt azt hittem, hogy vissza tudom hozni, de sajnos nem történt úgy, ahogy én gondoltam, hogy történni fog. De... mindjárt megoldom. Na most úgy történt. Megint csak várni kell. És nem, ezt nem úgy kell csinálni, hogy most csináltam, mert láthatjátok, meghaltam. Szóval nem, gyerekek, akik ezt egy guide-ként nézik ezt a videót, és így akarják meg tudni, hogy hogy kell megcsinálni a pályát, nem, ott nem kell meghalnod. És uram, atyám, mikor mondtam utoljára ilyen szar vicceket? Kezdek kiégni. Abba kell hagynom az egész karriert. Szavaskozok, ez az utolsó videó, sziasztok! Rá csak ötszer. És megint csak látszik, hogy mennyire hülye vicceim vannak. Valóban kezdek el kiégni, mert nem vagyok olyan, mint a régi. Csak kezdek érettebb lenni, egyre nagyobb fiú. Csak viccelek ilyen fasságokat, én soha nem mondanék. Az ember soha nem lesz érett. Mi a fasz, megijedtem? Rohadj meg! Jó. Lábfét is? Elzsibat találom. Wow, milyen érdekes, hogy pont egy cipőt nyalogat az a macska nőszerűség. Akinek lábfét is van és cipőket nyalogat. Jó. Miért nyalogatnád a barátnőmnek a lábát? Jill. From Mighty of Jill. Azt a játékot se játszottam még. Mindegy, akkor csináljuk meg ezt is. Amúgy ezt is csináltam már ezt a pályát. Csak nem jutott eszembe, hogy el lehet oda jutni, és... haver! Itt szépen nyomogatni kell az át. És nem szabad belemenni, mert kibaszott idegesítő hangja van, és... és hosszú távon az embert öngyilkosságra fogja késztetni. Még egy ilyen pittyegést hallok, és... helyben metszem el a saját torkomat. Nem tudnék, én nem lennék képes elmetszeni a saját torkomat. Oké. Okay. Még nem metszem el a torkomat, nyugi. Oké, most metszem el.
Oké, most elmeztettem. Ez egy hülye hangeffekt volt. Nem tudom, hogy milyen hangja, amikor valaki elvágja saját torkát. Nem is akarom tudni. Bár küldhetek hangfelvételt, hogyha gondoljátok. De aztán a saját torkotokat vágjátok el, nem valaki másét, hogy ártatlanít. Aztán meg... Nem akarok bűntudatot érezni, hogy miattam meghalnak ártatlan emberek. Ti meghalhatok nyugodtan, akik vannak ilyen hülyék, de... Ne valami ártatlanak vágjátok a torkát. Mi a faszról beszélek én már megint? Na. Oké, most sikerülni fog. Érzem magamban. That's what she said. Oké. Jegyezd meg, tartsd nyomva az át egy kicsit, aztán nyomogasd, te kis hülye. Pontosan így. Te zseni vagy, süti. Te zseni vagy. Ez az! Zsír. Csak semmi hirtelen kibaszott mozdul. Jaj, ne. Kezdem elveszíteni az önkontrollt. Ez az utolsó pálya, ha minden igaz. Ez az. Oké, ezt billentyűzete szinte lehetetlen volt megcsinálni. But Bender's Grace is a blablabla zone. Szarjál, sünt. Seggfej. És már megint ez. Nem baj. Ezt még nem csináltam meg, szóval most megcsináljuk. Szépen befejezzük, haver. Kéne sem legyen haver, meg bazd meg, meg rohadék counter, de a jobb alsó sorakban, vagy valahova. Ami szépen szemlel, hogy hányszor mondom ki ezeket a szavakat, akik nem esett volna, hogy mi ez a counter. Számláló ember, számláló. Na. Majd nekem jött. Nem fáj neki, hogy tűkálnak ki szegénynek a testéből ezek a kis amőbő ellenségek. Ne! Se baj. Még nincsen semmi se. Vesz és nem is lesz, hiszen végtelen életedben ebben a életedben. Az baszna még be, hogyha nem lenne végtelen életed. Most fél voltam ilyen hiperaktív, de lehetetek, hogy bepörgött a Meat Boy. Oké, most jön életem ugrása. Állat! Helyes. Na. Végre látok is valamit rendesen. Milyen kis vidámak ezek a hús foszlányok. Amiből kilógnak tűk. Már innen nem is tűk, szerintem ezek tüskések, nem tükálnak ki belőle. Haver! Legalább nem káromkodok, hanem azt mondom, hogy haver, melyik olyan. Vagy azt mondom, hogy csicska, geci, bazd meg, nye, vagy azt, hogy haver. Inkább haver. Mi a fasz volt ez a? Mi a geci? Jó. Tibi? Jó. Mi folyik itt? Ja, ez is izére megy, hát kap be. Én úgy döntök, hogy jól meghalok még párszor. Hát akkor jövőben... Vége. Se baj. Majd most. Ez az. Most érzem, hogy sikerülni fog. Az egész a faszomon múlik. Időzítést akartam mondani. Na, csináljuk meg megint. De ez az olyan, hogy én ezt már megcsináltam volna, szóval... Exit to map, bitch. Megyünk tovább a következőre. Mint ez egy olyan nehéz pályát van, hogy megcsináltam volna még egyszer, de minek fáradni, hogyha abba a tibben bitch és... Én azt nem fogom megszerezni, mert nehéz. Szóval faszom be. Jaj, oké. Helyes. Zsír. Hopp. Seg. Kajak, azt mondom, hogy seg. Miért mondtam azt, hogy seg?